Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Zrínyi 2026. Korszerű légvédelmi rakétarendszer védheti hamarosan a Paksi atomerőmű légterét. Új földtörvény. Az Agrárkamara dönti el, ki vehet földet. Munkaerőhiány. A cégeken belüli átképzés lehet a megoldás. 4 fogát verte ki az anyósnak, 4 évre felfüggesztetett kapott a szekszárdi férfi. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Korszerű légvédelmi rakétarendszer védheti hamarosan a Paksi atomerőmű légterét. Erről is beszélt a honvédelmi miniszter Szekszárdon egy diákoknak tartott nyílt tanórán. Benkő Tibor úgy fogalmazott, hogy a Zrínyi 2026 nevű haderőfejlesztési programnak az egyik célja, hogy ütőképessé tegye a honvédséget a haditechnikai fejlesztések által. Emellett az is fontos célkitűzés, hogy a katonai hivatás vonzó legyen a fiatalok számára. Szükség van a fiatalokra. Nagyon jó, hogy itt vannak, és szükségünk van az önkéntesekre. Éppen emiatt tartott több száz diáknak és tartalékosnak előadást a honvédelmi miniszter Szekszárdon. A középiskolai kadétképzésben az ország 5 szakképzési centrumának több ezer diákja vesz részt, hamarosan pedig újabb 4 intézményben lesz lehetőségük erre a gyerekeknek. A cél, hogy közülük sokakból bármikor hadrendre fogható tartalékos katona váljon, mondta a honvédelmi miniszter. Az a célunk, hogy megyénként, így Tolna megyére vonatkoztatva is egy önkéntes tartalékos zászlajat hozzunk létre, járásonként pedig egy önkéntes tartalékos századot. Az országban már több mint 8000 tartalékos katona írt alá szerződést a minisztériummal. Emellett sikerrel fut a 2 éve indított 10 éven át tartó Zrínyi 2026 haderőfejlesztési program is. Ennek részeként a tervek szerint az ország GDP-jének 2%-át fordítja a kormány hadifejlesztésekre, aminek egy része Tolna megyét is érinti. Paks térsége az meghatározó ilyen szempontból. Nekünk arra is gondolnunk kell, és ez is hozzátartozik a honvédelmi és haderőfejlesztési programhoz, hogy korszerű, modern légvédelmi rakétarendszereket szerezzünk be, és azokat pedig ott helyezzük el, ott alkalmazzuk, ahol esetleg szükség lehet rájuk. A kormány és a honvédelmi minisztérium a technikai fejlesztések mellett a hivatásos katonák számát is drasztikus mértékben növelni. A cél, hogy 2030-ra 30 ezer aktív katonával és 20 ezer tartalékos katonával rendelkezzen a magyar honvédség. A 7 pontos családvédelmi akcióterv 4 pontja. A babaváró támogatás, a csok kiterjesztése, a hitel elengedésre vonatkozó szabályozás, valamint a nagycsaládosok autótámogatása lép hatályba július 1-én, közölte Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. A bölcsőde fejlesztési program hosszabb távra szól, a nagyszülői gyed és a 4 gyermekes családanyák SZIA mentessége pedig január 1-től lesz elérhető, tájékoztatott a miniszter. A falusi csokkal kapcsolatban is döntött a kabinet, és a korábban ismertetettnél kedvezőbben határozta meg a települési kört, így minden olyan kis település részt vehet a programban, ahol csökkent a népesség. Az indokolatlan áremelkedések elkerülése érdekében arról is határoztak, hogy lakásvásárlásra a 10 millió forintos összeg legfeljebb fele fordítható, a másik fele pedig felújításra, bővítésre. A kis- és középvállalkozások belső képzései jelenthetnek megoldást az egyre nyomasztóbb munkaerőhiányra, mondta Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A szervezet új Európai Uniós program keretében segíteni a vállalkozások képzéseit, ám a megyében az országos átlaghoz képest kevesebb a jelentkező. Az egyre égetőbb munkaerőhiány egyik megoldása a rendszeres vállalatokon belüli képzések lehetnek. Nincs már más tartalék, mondta Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Sajnos a mikrovállalkozók területén nem lehet. A kis és középvállalkozók, ahol megfelelő infrastruktúra, meg megfelelő humán politika is van, tehát ők tudnak ebben lépni, és megyénkben a zöme a vállalkozóknak ehhez a szférához tartozik. Az unió pályázati lehetőségeit azonban az országos tendenciákhoz mérten Tolna megyében kevesebb vállalkozás használta ki.
Összesen 6 nagyvállalat, illetve 26 KKV nyert a kamara által kezelt pályázaton. Azon vállalkozók jelentkeztek ezekre a pályázatokra, elsősorban akik már korábbi uniós pályázatokon is sikeresen részt vettek és felismerték a pozitív hatásait. Így jelen esetben, hogy saját munkaerő képzésével gyakorlatilag egy versenyképesebb piaci pozícióhoz tudjanak jutni ahhoz, hogy akár a belföldi, akár a külföldi piacaikat növelni tudják. Az autóipari beszállítóktól a termelőcégeken keresztül több vendéglátóhely is a pályázók között van. A kamera szakemberei abban bíznak, hogy a vállalkozások nyitottabbá válnak a belső képzések és a pályázati lehetőségek kihasználásának területén. A magyar közigazgatás drágán és nem elég hatékonyan működik, ám uniós összehasonlításban mégiscsak alacsonyak a bérek. Ezt állapította meg a pénzügyminisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Magyar Nemzeti Bank a héten publikált versenyképességi csomagjában. A megoldási javaslat nem más, mint a leépítések folytatása a közigazgatásban. A Világgazdaság azt írja, hogy a cél a munkavállalók 30%-át foglalkoztató közszféra karcsúsítása. Az így felszabaduló pénzeket teljesítmény alapú bérezésre fordítanák a közigazgatásban, továbbá teljessé akarják tenni a közigazgatás digitalizálását. Új szabályok mentén lehet a földeket adni-venni egy januárban életbe lépett törvény értelmében. Az új szabályozás szerint az Agrárkamara a mainál jóval nagyobb hatalmat kap a földvásárlások irányítása területén. Lényegében a szervezet dönti el, hogy kinek lehet eladni a földeket. Erről és a külterületi utak felújításáról is szó volt azon a gazdafórumon, amit Bátaszéken tartottak helyi gazdálkodóknak. Nem csak informálódni jöttek a bátaszéki gazdák arra a fórumra, amit minden évben megtart a település vezetése. A gazdálkodók tavaly is és idén is hozzájárultak a külterületi utak felújításához. Bátaszéken az önkormányzattal együtt fejlesztik az utakat, hogy könnyebben megközelíthetővé váljanak a földek. Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere azt mondja, tavaly 1,5 millió forintot fizettek be a gazdák az alapba, amit azonban nem költöttek el. Így idén összesen 4 millió forint jut erre a célra. Ebben az esztendőben, bízva abba, hogy esetleg a gazdák ugyanebben a mértékben hozzájárulnak, plusz amit áthoztak maradványt, egy nagyobb mértékű felújítást lehetne végezni. Arra fogunk javaslatot tenni, hogy a Bonyhádi út és a úgynevezett kakastanya közötti átkötő szilárdburkolati útnak a kátyúzását, javítását végezzük el majd ebből az összegből. A fórumon arról is szó volt, hogy új szabályok mentén lehet a földeket adni-venni egy januárban életbe lépett törvény értelmében. Itt is most már a kicsit a vevő vagy az elővásárlási jogosultnak így a kapcsolati rendszerét is vizsgálhatjuk. Vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke kifejtette, a kamara területi szervei azt nézik, átláthatóak-e a birtokviszonyok, a vásárlással érvényesülnek-e a helyi gazdálkodói közösség érdekei, valamint azt, hogy a vevőnek és a családtagjaiknak mennyi földjük van a környéken. Ha valamit nem találnak rendben, megtagadhatják az újabb földvásárlását. Az Agrárkamarának az a feladata, hogy földforgalmi ügyekben, tehát az adásvételek kapcsán, a haszonbérletek azok nem tartoznak még ez alá az eljárás alá, olyan véleményt mondjanak, ami a helyi gazdálkodóknak az érdekeit képviseli. Tehát igazság szerint egy kis szubjektív szempont a törvénynek az objektív paragrafusai mellett. Fellebezni lehet a kamara döntése ellen, a bíróság ugyanakkor nem változtathatja meg azt, ehelyett csak azt mondhatja, hogy kezdődjön előről a teljes folyamat. A Magyarországi Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége és az MSZP korábban úgy fogalmazott, alkotmánysértő a földtörvény azon része, amely szerint a kamara családtagok személyes és vagyoni adatait is bekérheti. Úgy vélik, ez visszaélésekre adhat lehetőséget. 2020-ra minden alap- és középfokú képzésben résztvevő, valamint az első szakképesítését megszerző tanuló ingyenesen juthat hozzá a tankönyvekhez, közölte az Emberi Erőforrások minisztere csütörtökön. Az állam ezzel 1,6 milliárd forinttal tehermentesíti a családok kasszáját. Amikor a program 2013-ban elindult, csak az első évfolyamosok kaptak ingyen tankönyvet, 2018-ban már 1 millió volt az érintettek száma.
A Tolna megyei Balassa János Kórház vezetése feloldotta a korábban influenza miatt elrendelt látogatási tilalmat március 6-án, mivel a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai alapján az influenza-szerű megbetegedések száma jelentősen csökkent. Mostantól az intézmény osztályai a saját látogatási rendjük betartása mellett szabadon látogathatók. Súlyosan megsebesítette a saját anyósát egy 25 éves férfi Szekszárdon. Ő és párja a nő anyjának házában éltek, ám az anyós és a támadó közötti viszony folyamatosan megromlott. A dolog odáig fajult, hogy a későbbi áldozat filccel ráírta a lánya keresztnevét a használati tárgyakra, hogy így jelezze a vejének, azok nem az övéi. A férfi ettől dühös lett, és ököllel úgy megütötte az asszonyt, hogy 4 fogát el kellett távolítani. A nő nem hagyta annyiban a dolgot, feljelentést tett, aminek következményeként a támadót 2 év börtönre ítélte a bíróság, a büntetést viszont 4 évre felfüggesztették. A maradandóságot az okozta, hogy a vádlott a sértettet bántalmazta, amelynek következtében 4 fogát is el kellett távolítani. Ugyanezek a fogak utólag pótolhatók, de a sérülés büntetjogi értelemben maradandónak minősül. Tavaly 13%-kal 29 ezerrel kevesebb bűncselekményt regisztráltak, mint 2017-ben, összesen 186.724-et, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A nyomozási eredményesség mintegy 70% volt, a rendőrök 10-ből 7 nyomozás során igazságügyi eljárás elé tudták állítani az érintettet. A felderítési eredményesség 50%-os volt, minden második ismeretlen tettes ellen indult nyomozás során azonosítani tudták az elkövetőt. 2018-ban 78 szándékos emberölés történt, 12-vel kevesebb, mint 2017-ben. A felderítési eredményesség itt 100%-os, vagyis egyetlen ismeretlen tettes által elkövetett gyilkosság sem maradt felderítetlenül. Szakértők szerint nagyjából 1 millió fecskével kevesebb fészkel ma Magyarországon, mint 10 évvel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy a mostani állományt legalább meg kellene kétszerezni ahhoz, hogy ugyanannyi madár éljen az országban, mint 2009-ben. A jelenség hátterében a túlzott vegyszerhasználat áll. Pedig a fecskék nagyon hasznos madarak, egyetlen állat 1 év alatt 1 kiló rovart is képes megenni. Újságfotó 1931. október 6-án. A dobozokban madarak voltak, abban az évben állatvédők több mint 5000 fecskét szállítottak a Malév repülőgépével Afrikába. A mentőakcióra azért volt szükség, mert túl korán ért Magyarországra a tél, a fecskék pedig nem tudtak elég energiát gyűjteni a több ezer kilométeres útra. Ma már hasonló elképzelhetetlen lenne. A mezőgazdaság és más emberi tevékenységek miatt mára alig maradt fecske az országban. A növényvédő szerek szinte minden rovart elpusztítanak, amik a fecskéknek táplálékul szolgálhatnak. Emellett a szúnyogírtásra használt vegyszerek a fecskék legnagyobb ellenségei. Az a mennyiségű kémiai szúnyogírtás, amit végzünk, nem csak a szúnyogokat, hanem egyéb más repülő rovarokat is elpusztítanak. Ebbe beletartoznak egyébként a beporzó rovarok is, tehát ez még további hatásokat is eredményezhet. Fecskék számára viszont fiókanevelési szezonban ilyenkor egyszerűen megszűnik a táplálékbázis. A becsült adatok szerint a hazai fecskállomány nagyjából fele tűnt el körülbelül 10 év alatt, főként ezek miatt a tevékenységek miatt. Pedig a fecskék hasznos állatok, egyetlen madár 1 év alatt nagyjából 1 kiló rovart képes megenni. A szakértő szerint ezért érdemes védeni ezeket a madarakat és a fészkeiket. Erre a legegyszerűbb módszer az úgynevezett fecskepelenka, ami egy a fészek alá helyezett állványt jelent. Ez egy nagyon egyszerű szerkezet, néhány száz forintból kivitelezhető, és már is egy problémát kiküszöböl. Illetve amivel még nagyon sokat tudunk segíteni, és erre kevesen gondolnak, egyre aszályosabbak a tavaszi időszakok, és ugye a fecskék sárból építenek fészket. Ha nincsen eső, nincsen sár, és szimplán megszűnik a fészekanyagnak az elérhetősége. Ezért az is nagy segítség lehet, ha nedves földet helyezünk ki oda, ahol fecskét látunk, hogy abból fészket tudjon építeni. A fecskéket egyébként a törvény is védi, sőt a fészküket is. Ezért aki sok fészket ver le, akár 3 év börtönt is kap a természetkárosításért. Ritka fordulatokban gazdag, izgalmas mérkőzésen kapott ki a férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában a Bonyhád KSE problémákkal küzdő csapata az MTK Török Bálint ellen hazai környezetben.
a tabellán utolsó, eddig mindössze 2 meccset megnyerni tudó Völgységiek az első negyedben összeszedett 17 pontos hátrányukat szép lassan ledolgozták, sőt az utolsó negyedet 23-14-re meg is nyerték. Az MTK az utolsó másodpercekben sikeres távoli duplával, triplával döntetlenre mentette a meccset. A hosszabbítás első 5 percében sem bírtak egymással a csapatok, 7-7-re végeztek, majd az újabb 5 percben a Bonyhád teljesen szétesett, és összességében 85-76-ra elvesztett egy megnyerhető mérkőzést. Morgan Frigyes csapata így nem tudott elmozdulni az utolsó helyről, és egyre csökken annak az esélye, hogy ne kényszerüljenek osztályozóra a bajnokság alapszakaszának befejezése után. Az első 10-15 percet leszámítva elégedettek lehetünk, ebből kell építkezni, ezzel a játékos kerettel kell kiharcolni a bemaradást. Hát ha nem sikerül harakirit, akkor se fogunk elkövetni, szeretnék mindenképpen a piros csoportban maradni. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Népszavazást tartana uránügyben az ÖPE. Nem akarnak bányát Pécs közelébe. Koporsóégetés, népzenék, táncos mulatság, húshagyó kedden véget ért a busójárás. Operett előadások, virágok, nőnapot tartottak Sejjén. A jobb és nagyobb termésátlag érdekében az agráriumot nagy mértékben érinti a génmódosítás. Azonban ennek pontos hatásai még ma sem ismertek, hangzott el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy megyei programján. Tény azonban, hogy amíg a hibrid nemesítésnél a gabona két fajtáját keresztezik egymással, addig a GMO esetében akár állati baktérium is bekerülhet a növénybe. A mezőgazdaság területén is folyamatosan jelennek meg újítások, nem csak az eszközök tekintetében, hanem a növények előállítása kapcsán is. Az agrárkutatás egyik legaktuálisabb témája a hibrid nemesítés és a génmódosítás. Ezek hatásairól tanácskoztak a szakemberek a Kaposvári Egyetemen. Mint elhangzott, a hibrid előnye a nagy terméshozam és a rugalmas termesztési technológia. Egy fajon belül két egyedet, két különböző tulajdonságú egyedet keresztezünk. Ugye ez nyilvánvaló, hogy itt nem történik idegen génbevitel, tehát a génszekvenciák azok azonos maradnak, csak két különböző tulajdonságú egyednek a keresztezése történik. A génmódosításnak is nagy terméshozam a célja, de jelentős szerepe van a növények génállományára is, így például akár állati baktérium is bekerülhet az adott gabonába. Azt mondták, hogy kukoricabogár elleni toleranciát nemesítenek. Na most nyilvánvaló, de egy olyan gént kellett beültetni a kukorica gén állományába, amelyik mérget termel, mégpedig rengeteg mérget, ami a kukoricabogarat távol tartja a növénytől, illetve hát elpusztítja. Na most ez nem tudjuk, hogy hova visz. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatósága és a Kaposvári Egyetem közös programján elhangzott a génmódosítás következményeiről még a mai napig nem tudni pontosat. Nem akarnak uránbányát a pécsiek, ezért akár népszavazás árán is meg kell ezt akadályozni, mondta az Összefogás Pécsért Egyesület elnöke. Kővári János a nyugatmecseki tájvédelmi körzetben a tervezett bánya egyik helyszínén jelentette be, hogy 2 héten belül kezdeményezik a referendumot, ha a bányászatot kérelmező cég el nem áll a szándékától. Ezen a pécsi területen is urán után kutatna az a cég, amelyik jelenleg is engedélyt kért erre a tevékenységre. Másfél éve tart ez a folyamat. Az Összefogás Pécsért Egyesület ugye ügyfélként bejelentkezett már annó, egy évvel ezelőtt. Be is nyújtottunk akkor kifogást, amit egyébként első fokon elfogadtak, másodfok meg visszadobta. A lényeg az, hogy még mindig folyamatban van az ügy, elszánta a magáncég, a cég neve azt gondolom ismerős mindenkinek, ez a Magyar Urán Resources Kft. Pedig ez a terület fokozottan védett, a Natura 2000 része, illetve a Nyugat-Mecsek tájvédelmi körzetnek is, ami eleve kizárja, hogy itt bányászati tevékenység lehessen a jövőben. Ezért most az uránkutatást és a bányanyítást ellenző ÖPE újabb lépésre szánta el magát, hogy megakadályozza az ipari tevékenység megindítását. A Kft. Nem áll el az engedély kérelemtől vagy a bányanyítástól, akkor népszavazást kezdeményezünk ebben az ügyben méghozzá 2 héten belül. Tudok róla, hogy volt már ilyen. Sajnos ott a kérdés nem volt megfelelő, amit az LMP korábban indítványozott, ezért elutasított a helyi választási bizottság. Ezért alapos jogi kutakodás és körültekintés után
fogjuk ezt a kérdést megfogalmazni, hogy a kérdés az helytálló legyen. Környezet és egészségkárosító lenne ez a beruházás, ezért mindenképpen szeretné megakadályozni a megkezdését az ÖPE, jelentette be a szervezet elnöke szerdán. Kővári elmondta, hogy a bánya nem jelentene bevételt a városnak, hiszen nem ide fizetnének iparűzési adót. Ellenben a bányászati tevékenység után a környezet helyreállítása sok milliárdba kerülne. A pécsiek nem akarnak uránbányát, ezt az ÖPE felmérése alátámasztja, ezért akarnak népszavazást, amihez 12-13 ezer támogató aláírást kell összegyűjteni. 6 nap után véget ért a mohácsi búsójárás. Húshagyó kedden hagyományosan a telet jelképező koporsót égették el a városháza előtt. A hatalmas mágia mellett sokat népdalokra táncolhattak a maskarások és a vendégek. A télőző fesztivál utolsó napján is több ezer ember vett részt. A telet jelképező koporsót viszik a hatalmas mágia felé a télűzők. A hagyományos húshagyó keddi mágia gyújtással és a koporsó elégetésével véget ért Mohácson az idei busójárás. Az ünneplés közepette a nap utolsó sugarainál gyújtották meg a mágiát a maskarások. A busójárás utolsó napján is több ezer ember volt kíváncsi a télbúcsúztató eseményre a Széchenyi téren. A mintegy 250 éves hagyomány minden évben rengeteg látogatót vonz. Stábunk egy pécsi családdal találkozott, azt mondják, nagyon jól érzik magukat. Nagyon jó! Az elején még féltem, de most már nem. A család idén látogatott el először a mohácsi busójárásra. Még sose voltam, pécsiek vagyunk. Először döntöttünk, hogy eljünk, és hát nagyon tetszik nekünk, nagyon jó. Az egyik kolléganőnk sokat ruhában itt fesztiválozik már egy hete, úgyhogy őt jöttünk meglátogatni. Az érdeklődők még az utolsó napon is találkozhattak a legtöbb busócsoporttal. Egy csapat már évtizedek óta vesz részt a télűző fesztiválon. Én közel 50 éves vagyok, ugye, de kisgyerek óta, korom óta beöltözöm minden évbe. Hát ezzel legyen akkor olyan 40 éve körülbelül. És olyan 28-30-32 ember van a csoportban, aki állandó tart. A 6 napon át tartó esemény húshagyó kedden ért véget, ez idő alatt több 10 000 látogató érkezett a Dunaparti városba. Ugye ma van a busójárásnak a záró napja, gyakorlatilag a koporsót nemrég rakták fel a mágiára, és ekkor gyújtották meg a mágiát. Most búcsúztatjuk teljesen a telet, és amit látszatjátok, nagyon jó a hangulat. Az este további részében kereplők kolompok zajára búcsúztatták a telet. Közben népdalokra táncolhattak a sokaclányok, a busók és a fesztivál minden résztvevője. Operett előadással és virágokkal kedveskedtek a hölgyeknek Sejjén. Stubendek Katalin és Götz Attila, Szendrő József díjas színművészek teltház előtt léptek fel. A híres operettslágereket együtt énekelte a művészekkel a közönség. Stubendek Katalin és Götz Attila, a Pécsi Nemzeti Színház művészei színes műsorral köszöntötték a hölgyeket Sejjén. Az előadásra a város apraja nagyja kíváncsi volt. Elég széles repertoárral rendelkezünk, úgyhogy mindig van benne pici huncutság, egy picit, ami kicsit egy részre hajló, vagy éppen ünnepi tud lenni. Most ugye a hölgyek napját ünnepeljük ugye a nőnap alkalmából, a nőknek szóló "Ma őről álmodtam megint", ami kicsit ilyen szerenád jelleggel, udvarolni lehet egy kicsit, az sosem. A nőnapi bálon virágokkal is köszöntötték a hölgyeket. Énektanár vagyok, van egy hagyományőrző együttesem is, és bármilyen kulturális dolognak szívből örülök itt a valamennyi emberrel együtt. A nőnapi műsort a Sejjei Művelődési Házban tartották, ahol rengeteg kulturális program várja egész évben az érdeklődőket. Ilyen például a kerékpártúra, a kincsek között élünk, talán most már mondhatom, hogy az ormánysági Fehérhurka Fesztivál is ilyen, a Városnap, és persze vannak ezek a kis, úgy nevezhetjük, hogy kitöltő programok, nőnap, idősek napja, pünkösd az ormánságban, és még számtalan, amivel igyekszünk megmozdítani egy kicsit a közönséget, és mindenkinek a kedvére tenni. Sejje az ormánság legnagyobb települése, mely gazdag néphagyományokkal rendelkezik. Általában szépen összevig mindig megtelik a kultúrház. Most is látszik, hogy jön az, szerintem nem is lesz elég szék, tehát azért minden rendezvényünkön azért szépen álljönnek. Most a hölgyek, máskor az egész falu, hát azt hiszem, hogy beszéltünk a Fehérhurka Fesztiválról, és egy szép rendezvény volt ez is, akkor vannak különböző nyugdíjas nap, amikor van, vagy akármilyen más rendezvény, mindig nagyon szép számmal megjelennek a lakosok.
A nőnapi ünnepségen olyan híres operettslágerek is felcsendültek, melyeket együtt énekelt a művészekkel a közönség. És végül nézzük, miről szólt a híradó. Zrínyi 2026. Korszerű légvédelmi rakétarendszer védheti hamarosan a Paksi atomerőmű légterét. Új földtörvény. Az Agrárkamara dönti el, ki vehet földet. Munkaerőhiány. A cégeken belüli átképzés lehet a megoldás. 4 fogát verte ki az anyósnak, 4 évre felfüggesztetett kapott a szekszárdi férfi. Pénteken felhős időre készülhetünk, elszórtan előfordulhat eső. Csak rövid időszakokra bukkanhat elő a nap. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!